és mellett is van mellettem Olá Attila, szervusz, köszöntelek a műsorban. Jó estét, szervusz. És ugye azzal fogunk foglalkozni, hogy hát sajnos másfél millió emberhez nem ér ki időben a mentő, de most ugye a világháról felkerült egy térképes alkalmazás. Mit lehet erről tudni egész pontosan? Hát ez két céllal készült ez az alkalmazás. Az egyik az, hogy felhívjuk a figyelmet a mentőszolgálatok helyzetére. A másik pedig, hogy kicsit népszerűsítsük a térinformatikát. Tehát egy olyan térképet készítettünk, hogy olyan adatokból áll elő, amelyek régen is elérhetőek voltak, csak most egy kicsit más szemszögből, vagy másféleképpen mutatjuk meg a dolgokat. Azt csináltuk, hogy egy Magyarország térképre felhelyeztük a mentőállomásokat. Igen. Ezt a mentőszolgálat oldaláról szedtük le ezeket az adatokat. Ezt így geokódoltuk, térképre helyeztük őket, és utána megnéztük a 15 perces lefedettségét ezeknek a mentőszolgálatoknak úgy, hogy megkülönböztető jelzéssel, ha haladunk, kanyarodási szabályokat nem veszünk figyelembe, de más szabályokat figyelembe veszünk. Megnéztük azt, hogy mit fednek le ezek a területek. Ezt úgy számoltuk ki, hogy figyelembe vettünk egy perces telefonhívást, a vészhívást, illetve egy percet, hogy a mentős elindul a mentőről. Tehát igazából 13 perces a utazási idő. Összességében 15 perc, de az utazási idő 13. És ezt az egészet, amikor elkészítettük, utána megnéztük, hogy alatta a lakosságra a címnyilvántartásból, a belügyminisztériumból van adatunk, hogy hol, melyik címen, milyen demográfiai összetételben laknak emberek. És kijött az, hogy 1,4 millió ember nincs fedve a mentőszolgálatok által a 15 perces időn belül. Igen. Munkahelyekre is megnéztük, ott pedig 600 munkahely. És ezt tehát mi számít mondjuk bele a kiérkezési időbe? Tehát, hogy mi lenne az ideális? Hát az ideális az lenne, én versenymotorozom, és amikor elestem a versenypályán, akkor egy perc alatt kiért a mentő, mert látják a versenypályán ugye a kamerán. De hát az igazából a mentőszolgálatok azt mondják, hogy az ő norma idejük 15 perc, és ezt jó lenne az egész országra 90%-ban hozni, tehát minden segélyhívás 90%-ára. Ezt nem hozzák most, de terveznek új mentőállomásokat, meg új mentőautókat beindítani, ahhoz, hogy ezt elérjék. Most olyan 70-80% körül járhatnak, úgy tudom. És a fővárosunkban mit tudhatunk el? Fővárosban jó a lefedettség egyébként, és azt most néztem, a Balaton is nagyon jó például, csak az északi parton van egy kisebb kiesés. Ami nem annyira jó, az a Kecskemét környékiek, illetve elég rossz a helyzet Somogy megyében, ott Kaposvár környékén különösen. Valószínűleg az infrastruktúra, tehát az útinfrastruktúra, meg a település szerkezet is befolyásolja, ott elég rossz a helyzet. Milyen a vízhangja eddig ennek a térképes alkalmazásnak? Elég jó, meg is lepődtem, mert igazából az első nap már 80 ezeren kattingattak ezen a térképen. Aztán szépen persze ez lecsengett, de nagyon sok visszajelzést kapunk, és nagyon sok finom hangolás. Nyilván vannak hibák, úgyhogy azokat pedig folyamatosan javítjuk a visszajelzések alapján. Mikor lesz az, amikor a te számodra elképzelt ideális érkezési idő a maximumára megy? Ez nagyon jó kérdés, ez sajnos nem rajtam múlik. Én számomra egyébként az ideális az, hogyha felhívom a mentőt, akkor látom mobiltelefonon, hogy mikor fog kiérni és hogy merre jár. De erre még szerintem várnunk kell. Ezzel az alkalmazással kapcsolatban nyilván tehát mondtad, hogy vannak apróbb hibák, de dolgoztok ezzel, mikor lesz ez valamilyen szinten 100%-os? Akkor lenne nagyon jó, hogyha a mentőszolgálatoktól esetleg megkapnánk a GPS pozícióit a visszamenőleg az időben, tehát mondjuk az elmúlt 3 évre az összes mentőautónak, illetve megkapnánk a helyszíneit az összes balesetnek, illetve eseménynek. Azzal nagyon jól lehetne finom hangolni, és azt nagyon jól lehetne használni arra, hogy utána új mentőállomásoknak a helyét keressük meg. És ezt miért nem kapjátok meg? Hát igazából együttműködésünk nincs a mentőszolgálattal, ez a mi kezdeményezésünk volt. Érdekes, pedig hasznos alkalmazásnak tűnik, tehát nem értem. Igen, nekem is. De nem kizárt. Igen, tehát bízunk benne. Nyitottak vagyunk egy együttműködésre, igen. Attila, köszönöm szépen. Köszönöm is.